nekem is az utas, szóval ne erre menjél, mondom, mi, merre menjek, én nem arra menjek, mondom, akkor miért nem mész, nincs jogsimna, ugye? Többek között Lakatos László humorista előadásán is részt vehettek azok, akik ellátogattak a Harkányi gyógyfürdőbe. Idén ugyanis már 27. alkalommal rendezték meg a fürdőfesztivált. A nyárias időjárás és a strand sokakat vonzott a Baranyai városba, többen például gyermekekkel érkeztek az eseményre. Nagyon jól érezzük magunkat, voltunk már tavaly is, akkor pont nyaraltunk, jól érezzük magunkat. Van esetleg kedvenc program, vagy a kisfiúnak van-e valami, amit nagyon vár? A cukorkágyút várjuk itt a gyerekmedencénél, azért jöttünk ide a lepkemedencéből át, hogy várjuk, hogy eldurranjon az ágyú. A közönség között az idősebb korosztály is képviseltette magát, akik szintén megtalálhatták a nekik tetsző programokat. Vannak modernebb zenék, amik nem a mi korosztályunknak a kedvence, de például tegnap este a Horváth Tomi koncerten voltunk, és nagyon tetszett. Jó volt, jó. Akkor itt a kamedéseket is szeretjük, tévébe szoktuk nézni, úgyhogy nagyon jó, jól érezzük magunkat. Zenés, táncos elemek és sztárfellépők is várták a látogatókat. Minden évben több ezren kíváncsiak a fesztiválra. Nagyon sok vendéget várunk, naponta 5-7-8 ezer fő szokott a szombat és vasárnapi napon eljönni. Szerencsére nagyon jó időnk van, úgyhogy várható is ez a belépő létszám. Tegnap is nagyon erős volt a pénteki nap, nagyon jó rendezvények vannak. A 14 hektáron elterülő fürdőben a színpadi programok mellett pedig a 26 medence és a 16 csúszda nyújtotta lehetőségeket is kihasználhatták a vendégek.